Te, hogy szolgáljunk az Úrnak, adj áldást, Uram! Áldott a mi Istenünk, öröktől fogva most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Imádkozzál értem, Uram! Igazgassa az Úr lépteidet! Emlékezzél meg rólam, Uram! Emlékezzék meg rólad az Úristen az ő országában, mindig most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Adj áldást, Uram! Áldott az Atya és Fiú és Szentléleknek országa, most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Gyertek, imádjuk a mi királyunkat és Istenünket, gyertek, imádjuk Krisztust, a mi királyunkat és Istenünket, gyertek, boruljunk le, és imádjuk magát, Jézus Krisztust, a mi királyunkat, Urunkat és Istenünket. Áldjad én lelkem az Urat, Uram Istenem fölötte fölséges vagy, dicsőségbe és ékességbe öltöztél. Köntösként világosságot öltöttél magadra, kiterjesztetted az eget, mint sátortetőt, ki befödöd vizekkel annak felső részeit, ki felhőket teszel a fogatoddá, ki a szelek szárnyain jársz. Angyalait szélvészé teszi, és szolgáit égető tűzé. Ki a földet szilárd alapra helyezte, de nem fog ingadozni örökkön örökké. A vízmélység öltözett gyanán fötte azt, a hegyeken vizek állottak. Feddésed elől elfutottak, mennydörgésed szavától megijedtek. A hegyek fölemelkedtek, a völgyek alá szállottak azon helyre, melyet nekik alapítottál. Határt szabtál, amelyet nem fognak áthágni, és nem térnek vissza a földet elborítani. Ki forrásokat fakasztasz a völgyekben, a hegyek között folynak a vizek. Iszik azokból a minden mezei vad, szomjasan utánuk sóvárognak a vadszamarak. Azok mellett fészkelnek az égi madarak, a kősziklák közül összhúzatot adnak. Fönséges hajlékodból megöntözöd a hegyeket, műveid gyümölcsével jól lakik a föld. Füvet sarjasztasz a jószágnak, és kalászokat az emberek szolgálatára, hogy kenyeret teremjenek a földből, és bor vidámítsa föl az ember szívét, hogy arcát olajjal derítse föl, és kenyér adjon erőt az ember szívének. Teleszívják magukat a mezőfáj és a Libanon cédrusai, melyeket ültetett. Ott raknak fészket a madarak, tetejükön tanyázik a gólya. A magas hegy a szarvasok, a szikla, a nyulak menedéke. A holdat időmértékül teremtette, a nap ismeri lenyugtának idejét. Sötétséget támasztasz és éj van, leple alatt mind kimennek az erdei vadak. A prédáért ordító oroszlán kölykök, melyek az Istentől várják étküket. Föl kell a nap, sők összegyűlnek, és tanyáikon szenderegnek. Kimegy az ember munkájára és dolgára napestig. Mi nagyszerűek a te műveid, Uram! Bölcsességedben alkottál mindent, betöltik a földet teremtményeid. Ez a nagy és széles öblű tenger, hemzseg benne számtalan élőlény, a kicsi nyálatok a nagyokkal, ott járnak a hajók, s a cethal, melyet azért alkottál, hogy játszadozzon benne. Mindnyájan tőled várják, hogy eledelt adja nekik alkalmas időben. Te adván nekik ők gyűjtenek, ha megnyitott kezedet, mindnyájan betelnek jóságoddal. De ha elfordítod arcodat, megrendülnek,
ha megvonod lehelletüket, kimúlnak és a porba visszatérnek. Ám ha kiárasztod lelkedet, életre kelnek, és megújítod a föld színét. Legyen az Úré a dicsőség mindörökké, legyen lejje örömét műveiben az Úr, aki rátekint a földre, és megrendíti azt, a hegyeket megérinti, és füstölögnek. Énekelni fogok az Úrnak életemben, zsoltárt zengek Istenemnek, amíg csak leszel. Legyen kellemes számára beszédem, én pedig az Úrban fogok gyönyörködni. Fondjanak el a bűnösök a földről és a gonoszok, úgy, hogy ne is legyenek. Áldjad én lelkem az Urat. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek. Most is, mindenkor és örökön öröki. Amen. Alleluja, 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 dicsőség néked, Isten. Alleluja, 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 dicsőség néked, Isten. Alleluja, 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 dicsőség néked, Isten. Békességben könyörögjünk az Úrhoz. Uram, érgalmazz! A mennyei békért és lelkünk üdvösségéért könyörögjünk az Úrhoz. Uram, érgalmazz! Az egész világ békességért, Isten szent egyházainak jólétéért és mindnyájunk egyesítéséért könyörögjünk az Úrhoz. Uram, irgalmazz! Ezen szent hajlékért, s mindazokért, kik ide hittel, buzgósággal és Isten félelemmel járnak, könyörögjünk az Úrhoz. Uram, irgalmazz! Szentséges főpásztorunk Ferenc pápáért, Isten szerető Fülöp metropolitánkért és Ábel püspökünkért, a tisztes áldozó papságért, a Krisztus szerinti segédlő papságért, az egész egyházi rendért és a népért könyörögjünk az Úrhoz. Uram, irgalmazz! Országunk vezetőiért és népünkért könyörögjünk az Úrhoz. Uram, irgalmazz! Ezen városért, minden városért, községért és vidékért, s az azokban lakó hívekért könyörögjünk az Úrhoz. Uram, irgalmazz! A levegőnek kedvező mérsékletért, a föld terményeinek bőségéért és békességes időkért könyörögjünk az Úrhoz. Uram, irgalmazz! A hajózókért, utazókért, betegekért, fáradozókért, foglyokért, s ezek szabadulásáért könyörögjünk az Úrhoz. Uram, irgalmazz! Hogy mentsen meg minket minden aggódástól, haragtól és szükségtől, könyörögjünk az Úrhoz. Uram, irgalmazz! Oltalmazz, ments meg, könyörülj és őrizd meg minket, Isten, a te kegyelmeddel. Uram, irgalmazz! Legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső királynénkat, az Isten szülő és mindenkor szűz Máriát, minden szentekkel együtt említvén, önmagunkat, egymást és egész életünket, Krisztus Istenünknek ajánljuk. Néked, Uram! E téged illet minden dicsőség, tisztelet és imádás, Atya és Fiú és Szent Lélek most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Uram, te hozzád kiáltok, hallgass meg engem, figyelmez imádságom hangjára, midőn te hozzád kiáltok, hallgass meg engem, Uram! Igazodjék fel az én imádságom, mint a tömény füst a te színed elég.
megfülemelése, esti áldozatjon át. Hallgass meg engem, Uram! Vidd ki a tömlöcből lelkemet, hogy dicsérjem a te nevedet. Összejövén a zsidók tanácsot tartának, hogy a mindenek alkotóját és fönntartóját Pilátusnak adják át. Ó, gonoszok és hitetlenek, miként készítik ítéletre az élők és halottak jövendő bíráját, miként készítik a kínszenvedésre a szenvedések meggyógyítóját. Hosszú türelmű Urunk, nagy a te kegyelmed, dicsőség néked. Az igazak várnak rám, míg jót teszel velem. Az áldozónál, éveled egy sok tartóba már károlyaim, az istentelenek felé nyújtotta azt, hogy hát vegye az ezüst pénzt, s ki a drága kenet értékét mérlegeli. Nem retteget téged ki megfizethetetlen vagy eladni, illábait mosásra kiterjesztít, családból megcsókolá az uralkodót, hogy elárulja a gonoszoknak. De az apostolok karából kitaszítva, és a 30 ezüst pénzt elvetve, a te harmadnapi feltámadásodat nem láthatta, melyel könyörülj ajtunk. A mélységekből kiáltok, Uram, hozzád, Uram, hallgasd meg az én szómat. A pénzsóvár Júdásra vasz lévén, ami is csókkal árulta el az üdvözítő, a mindenek uralkodóját, rabszolgagyanánt adta előt a zsidóknak, s mint a bárány a leöletésre, úgy engedte magát vitetni véres áldozatul, az Isten báránya az atyának fia, az egyetlen írvalmas. Legyenek füleid figyelmesek az én könyörgésem szavára. Júdás, mint szolga és csaló, tanítvány és áruló, barát és sátán jelent meg egyszerre, mert követője volt a mesternek, és mégis rajta gyakorolta az árulást, mondván magában elárulom őt, és megszerzem magamnak a meggyűjtött kincseket, mert arra törekedett, hogy a drága kenet is eladassék, és Jézus is sellel elfogassék, megcsókolta teát és elárulta Krisztust, s miként a bárány a leületésre, úgy engedte magát vitetni véres áldozatul, az atyának fia, az egyetlen irgalmas és ember szerető.
Ha vétkeket figyelembe veszed, Uram, Uram, kiállhat meg előtted, de nálad vagyónak egyele. Itt Izaiás proféta ártatlan báránynak hirdetett, most jő az önkéntes leületésre, és ki testét a verőknek adja, orcáit a szaggatóknak, és arcát el nem fordítja a pöktösi szégyenétől, és gyalázatos halálra ítélteték, mindezeket önként és ártatlanul elviseli, hogy mindnyájunknak feltámadást ajándékozzon. És a te törvényedért remélek benned, Uram, remél az én lelkem az ő igéért, az én lelkem az Úrban bízik. Összejövén a zsidók tanácsot tartának, hogy a mindenek alkotóját és fönntartóját Pilátusnak adják át. Ó, gonoszok és hitetlenek, miként készítik ítéletre az élők és halottak jövendő bíráját, miként készítik a kényszenvedésre a szenvedések meggyógyítóját. Hosszú türelmű Urunk, nagy a te kegyelmed, dicsőség néked. A reggeli vigyázattól éjjelig bízzék Izrael az Úrban. Az áruló Júdás éveledett sótartóban már távújjait, Uram, az istentelenek felé nyújtotta az, hogy átvegye az ezüst pénzt, s ki a drága kenet értékét mérlegeli. Nem retteget téged, ki megfizethetetlen vagy eladni, ki lábait mosásra kiterjeszti, családul megcsókolás uralkodót, hogy elárulja a gonoszoknak, de az apostolok karából kitaszítva, és a 30 ezüst pénzt elvetve, a te harmadnapi feltámadásodat nem láthatta, mellyel könyörülj rajtunk. Mert az Úrnál az irgalmasság és nála bőséges a megváltás, és ő megszabadítja Izraelt minden gonoszságából. A pénzsóvár Júdásra vasz lévén, ami sokkal árulta el az üdvözítőt, a mindenek uralkodóját, rabszolgagyanánt adta előt a zsidóknak, s mint a bárány a leületésre, úgy engedte magát vitetni véres áldozatul, az Isten báránya az Atyának fia, az egyetlen irgalmas. Dicsérjétek az Urat minden nemzetek, dicsérjétek őt minden népek. Júdás, mint szolga és csaló, tanítvány és áruló, barát és sátán jelent meg egyszerre, mert követője volt a Mesternek, és mégis rajta gyakorolta az árulást,
mondván magában eláruló műt, és megszerzem magamnak a meggyűjtött kincseket. Mert arra törekedett, hogy a drága kenet is eladassék, és Jézus is sellel elfogassék. Megcsókolta tehát, és elárulta Krisztust, s miként a báránya leületése, úgy engedte magát vitetni véres áldozatul, az Atyának Fia, az egyetlen irgalmas és ember szerető, mert megerősödött rajtunk az ő irgalmassága, és az Úr igaz volt a mindörökké megmarad. Itt Izaiás proféta ártatlan báránynak hirdette, most jő az önkéntes leületésre, és ki testét a verőknek adja, orcáit a szaggatóknak, és arcát el nem fordítja a pöktös és szégyenítőt, és gyalázatos halálra ítélteti, mindezeket önként és ártatlanul elviseli, hogy mindnyájunknak feltámadást ajándékozzon. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor is örökön, öröki, amen. Valóban a magviperák fajzata volt Júdás, kik mannát evén a pusztában, zúgolódtak táplálójuk ellen, s még szájukban volt az elede, s már is hálátlanul rágalmazták az Urat. Ezen rossz lelkű ember is, még szájában hordván az Úr vacsoráját, elárulta az üdvözítő. Ó, telhetetlen természet, és embertelen vakmerőség, saját táplálóját elárulja, és szeretet uralkodóját a halálra adja. Bizonnyal természetes fia ő a magonoszoknak, s tőlük örökölte a veszedelmet. De őrizd meg, Uram, a mi lelkeinket a hasonló embertelenségektől, mint kimondhatatlanul hosszú türelmünk. Bölcsesség, igaz hívő, enyhe világossága, áldjuk az Atyát.
Ments meg engem a rossz embertől, a gonosz férfiútól ments meg engem. A gonosz férfiútól ments meg engem. Azoktól, akik gonoszságot forralnak szívükben, akik egész nap háborúságot szítanak. Ments meg engem, Uram, a rossz embertől, a gonosz férfiútól ments meg engem. A gonosz férfiútól ments meg engem. Ivonulás könyvének olvasása. Így szólt az Úr Mózeshez, menj vissza a néphez, és tégy ott bizonyságot, tisztítsd meg őket ma és holnap, mossák ki a ruháikat, és harmadnapra legyenek készen, mert a harmadik napon leszáll az Úr a Sínai hegyre, az egész nép szeme láttára. Határold körül a népet, és mondd meg, ügyeljetek arra, nehogy bárki is fölmenjen a hegyre, vagy megérintse annak akár a peremét is. Mindaz, aki hozzáér a hegyhez, halállal lakol. Kézzel ne is nyúljanak az ilyenhez, hanem kövekkel verjék agyon, vagy nyilazzák le. Akár állatról, akár emberről van szó, nem maradhat életben. Csak miután felharsant a harson a szó, és a felhő elvonult a hegyről, akkor mehetnek föl a hegyre az emberek. Lement tehát Mózes a hegyről a néphez, és megszentelte őket. Megmosták ruháikat, aztán így szólt a néphez, legyetek készen, s három napig feleségetekhez se közelítsetek, a harmadik napra pedig virradatkor mennydörgés és villámlás támadt, és sűrű felhő telepedett le a Sínai hegyre. Erős harson a szó harsant fel, úgyhogy megrémült az egész nép, amely a táborban volt. Mózes pedig kivezette a népet a táborhelyről Isten elé, és mindenki a hegy tövében állt meg. Az egész Sínai hegy füstben állt, mert Isten füstben szállt le reá. Úgy szállt fölfelé a füst, mint a kemencéből, és az egész nép igen megrendült. A harson a szó egyre erősebb lett. Mózes megszólalt, Isten pedig felelt neki a mennydörgésben. Ments meg engem ellenségeimtől, Istenem, és a rám támadóktól szabadíts meg engem. Ments meg engem a gonosztevőktől, a vérszomjas férfiaktól szabadíts meg engem. Ments meg engem ellenségeimtől, Istenem, és a rám támadóktól szabadíts meg engem. Bölcsesség! Jobb könyvének olvasása. Így szólt az Úr Jobhoz a viharból és a fellegekből.
ki az, aki akaratát leplezve és szavait szívében tartva úgy véli, hogy elrejtőzhet előlem. Övezd fel akkor férfiasan a derekadat, én kérdezlek majd, te pedig válaszolj nekem. Hol voltál, amikor a föld alapjait leraktam? Most jelensd ki, ha tudsz valami okosat. Ki határozta meg a föld méreteit, tudod-e? Vagy kifeszített ki azon mérő zsinórt? Milyen alapra lettek lerakva annak pillérei? És vajon ki az, aki sarokkövet helyezett arra? Amikor létrejöttek a csillagok, hangosan dicsért engem az összes angyal. A tengert kapukkal én láttam el, amikor mint egy anyaméből feltörve előjött. Felhőt raktam rá öltözetként, s ködbe pólyáztam be. Határokat szabtam neki, zárakkal és kapukkal vettem körül. Azt mondtam neki, eddig jöhetsz és nem terjeszkedhetsz tovább, hanem itt már magadban törjenek meg a hullámaid. Vajon a te tudtoddal adtam-e parancsot a reggeli fénynek, hiszen a hajnal csillag is fölismerte a maga rendjét, hogy a föld peremén járva lerázza onnan a bűnösöket? Vagy talán te fogtad az agyagot, hogy élő lényt alkoss belőle, és te helyezted a földre azt, aki még beszélni is tud? Te vontad el a gonoszoktól a fényt, vagy talán te magad törted meg a kevélyek karját? Eljutottál-e a tenger forrásához, és bejártad-e a mélység nyomait? Előtte tárultak-e föl, félve a halál kapui, és az alvilág őrei megrettennek-e téged látva? Áttekintetted-e már a mindenség terjedelmét az ég alatt? Mondd csak meg akkor nekem, milyen széles ez a világ, melyik földön lakik a világosság, és melyik a sötétség helye? Vajon elvezethetsz-e azok határaihoz, és ismered-e azok ösvényeit? Tudod-e azt te, hiszen már akkor születtél, és éveid száma olyan nagy? Jobb pedig feleletül ezt mondta az Úrnak, tudom, hogy mindent megtehetsz, és semmi sem lehetetlen számodra, mert ki is rejthetné el előled akaratát? És ki az, aki szavaival kímélve úgy vélheti, hogy rejtőzhet előled? Ki nyilvánítja ki nekem azt, amit nem tudok, a nagy és csodálatos dolgokat, melyeket nem is ismerek? Hallgass meg engem, Uram, én is hadd szóljak, hadd kérdezzelek téged, te pedig taníts engem. Fülemmel hallattalak elő, hallhattalak elő, most pedig saját szememmel láttalak téged. Bölcsesség! Izaiás próféta jövendőlésének olvasása. Az Úr művelt nyelvet ad nekem, hogy tudjam, mikor kell megszólalnom. Reggelenként maga elé állított, s fület adott arra, hogy hallgassam az Úr tanítását. Megnyitja az Úr a fülemet, én pedig nem vagyok engedetlen, s nem is ellenkezem. Hátamat átadtam a korbácsolásra, orcámat pedig az ütlegeknek. Arcomat nem fordítottam el a leköbdösések szégyenétől. Az Úr az én segítőm lett, azért nem szégyenkezem, hanem olyanná tette arcomat, mint a kemény szikla, és tudtam, hogy nem szégyenülök meg, mert közel van az, aki igazságot szolgáltat nekem. Kiszállhat velem perbe, tüstén álljon elém, kiítél el engem, jöjjön ide a közelembe, íme az Úr az én segítő. Kiárthat nekem, íme minnyájan elenyésztek, mint egy ruha, és moly emészt meg benneteket. Kiféli közületek az Urat, az hallgasson szavára. Ti, akik sötétben jártok, és nincs világosságotok, bízzatok az Úr nevében, és támaszkodjatok Istenre.
Íme ti mindnyájan tüzet gyújtotok, és erős lángot égettek. Járjatok hát a tüzetek fényében és a lángban, amelyet meggyújtottatok. Érettem történt ez veletek, s gyötrelmes lesz majd a szent dergésetek. Ismét és ismét békességben könyörögjünk az Úrhoz. Uram, irgalmazz! Oltalmazz, ments meg, könyörülj és őrizd meg minket, Isten, a te kegyelmeddel! Uram, irgalmazz! Legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső királynénkat, az Isten szülő és mindenkor szűz Máriát, minden szentekkel együtt említvén, önmagunkat, egymást és egész életünket, Krisztus Istenünknek ajánljuk. Néked, Uram! Mert szent vagy te, mi Istenünk, s téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor. És örökkön örökké. Szent Léleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Szent halhatatlan, irgalmazz nekünk, Szent Isten, Szent Erős, egybegyűltek az Úr ellen, az Úr ellen, és fölkentje ellen. Miért háborodtak fel a nemzetek, s miért terveztek a népek hiúságukat? A fejedelmek egybegyűltek, egybegyűltek az Úr ellen, és fölkentje ellen. Bölcsesség! Szent Pál apostol korintusiakhoz írott levelének olvasása. Vigyázzunk! Testvérek, én az Úrtól vettem át azt, amit közöltem veletek, hogy az Úr Jézus elárultatása éjszakáján kezébe vette a kenyeret,
hálát adott megtörte, és így szólt, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely érettetek megtöretik, ezt tegyétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a vacsora után kehellyel is így tett mondván, ez a kehely az új szövetség az én véremben, ezt tegyétek valahányszor isztok belőle az én emlékezetemre. Valahányszor ugyanis ezt a kenyeret eszitek, és ebből a kehelyből isztok, az Úr halálát hirdetitek, amíg el nem jön. Ezért, aki méltatlanul eszi ezt a kenyeret, vagy issza az Úr kelyhét, az Úr teste és vére ellen véd. Vizsgálja meg tehát magát mindenki, csak úgy egyék a kenyérből, és igyék a kehelyből, mert aki méltatlanul eszik és iszik, anélkül, hogy megkülönböztetné az Úr testét, az a saját maga ítéletére eszik vagy iszik. Ezért gyöngék és betegek közületek sokan, és némelyek már meg is haltak. Ha helyesen ítélnénk meg magunkat, már nem vonnánk magunkra kárhoztató ítéletet. Ha pedig az Úr ítél meg bennünket, az már fenyítésünkre szolgál, hogy a világgal el ne kárhozzunk. Ékesség néked, bölcsesség figyelmezzünk. Halleluja! Akinek gondja van a szűkölködésre és szegényre, a rossz napon megszabadítja őt az Úr. Halleluja! Kenyeremet etten nagy családságot művelt ellenem. Halleluja! 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 Áld meg, Uram, Szent Máté apostol és evangélista hirdető. Igaz hívők, hallgassuk a Szent Evangéliumot, Szent Máté Evangéliumának olvasása. Dicsőség néked, Uram! Figyelmezzünk! Mondta az Úr tanítványainak, tudjátok, hogy két nap múlva itt a húsvét, és az emberfiát kereszthalára adják. Akkor összegyűltek a főpapok, az írástudók és a népvénei a főpap palotájában, akit Kaifásnak hívtak, és tanácsot tartottak, hogy Jézus csellel elfogják és megölik. De azt mondták, ne az ünnepen, nehogy zavargás támadjon a nép között. Amikor Jézus Betániában a leprás Simon házában volt, oda ment hozzá egy asszony, alabásra medényben drága kenet volt nála, és az asztalnál ülőnek fejére öntötte.
Ennek láttán a tanítványai bosszankodtak, mire való ez a pazarlás, hiszen jó pénzért el lehetett volna adni ezt a kenetet, és az árát odaadni a szegényeknek. Jézus észrevette, és így szólt hozzájuk, miért bántjátok ezt az asszonyt, hiszen jót tett velem. Szegények ugyanis mindig lesznek veletek, de én nem leszek mindig veletek. Amikor ő ezt a kenetet a testemre öntötte, a temetésemre tette. Bizony mondom nektek, az egész világon, ahol csak hirdetni fogják ezt az evangéliumot, az ő emlékezetére azt is elmondják majd, amit tett. Ekkor a 12 közül az egyik, akit Iskarióti Judásnak hívtak, elment a főpapokhoz, és azt mondta, mit adtok nekem, ha kezetekre adom őt? Azok 30 ezüstöt állapítottak meg neki, attól kezdve már csak a kedvező alkalmat kereste, hogy kiszolgáltassa nekik. A kovásztalan kenyerek első napján a tanítványok ezzel a kérdéssel fordultak Jézushoz, hol akarod, hogy elkészítsük neked a pászka vacsorát? Ő azt mondta, menjetek a városba ehhez meg ehhez, és mondjátok meg neki, a mester üzeni, az én időm közel van, nálad tartom meg tanítványaimmal a pászka vacsorát. A tanítványok pedig úgy tettek, ahogy Jézus meghagyta nekik, és elkészítették a pászka bárányt. Amikor beesteledett, asztalhoz ült a 12-vel, Jézus pedig tudván, hogy mindent a kezébe adott az Atya, és hogy Istentől jött ki, és Istenhez tér vissza, fölkelt a vacsorától, levetette felső ruháját, és fogván egy vászon kendőt maga elé kötötte. Ezután vizet öntött a mosdótálba, majd nekifogott, hogy megmossa, és a derekára kötött kendővel megtörölje tanítványai lábát. Amikor tehát odaért Simon Péterhez, az így szólt hozzá, Uram, te mosod meg az én lábamat. Válaszul Jézus azt mondta, amit teszek most nem érted, később azonban majd megérted. Péter így szólt hozzá, az én lábamat meg nem mosod soha. Jézus ezt válaszolta neki, ha nem moslak meg, nem vagy közösségben velem. Simon Péter így szólt hozzá, Uram, akkor ne csak a lábamat, hanem a kezemet, sőt még a fejemet is. Jézus ezt mondta neki, akit megfürdettek, annak csak a lábát kell megmosni, és akkor tiszta lesz egészen. Ti is tiszták vagytok, de nem mindnyájan. Tudta ugyanis, hogy ki árulja el, ezért mondta azt, nem vagytok tiszták mindnyájan. Amikor Jézus megmosta a tanítványok lábát, fölvette felső ruháját, újra asztalhoz telepedett, és így szólt hozzájuk, tudjátok-e, mit tettem veletek? Ti engem mesternek és úrnak hívtok, és jól mondjátok, mert az vagyok. Ha tehát én, az Úr és a Mester megmostam lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Példát adtam ugyanis nektek, hogy amint én cselekszem, ti is úgy cselekedjetek. Bizony-bizony mondom nektek, nem nagyobb a szolga uránál, a küldött sem nagyobb annál, aki küldte őt. Ha ezeket tudjátok, boldogok vagytok, ha meg is teszitek. Miközben ettek, így szólt, bizony mondom nektek, egy közületek el fog ma árulni engem. Erre igen elszomorodtak, és egyenként elkezdték kérdezgetni, csak nem én vagyok az Uram. Ő pedig így felelt, aki velem együtt mártja kezét a tálba, az árul el engem,
Az ember fia ugyan elmegy, amint megvan írva róla, de jaj annak az embernek, aki az ember fiát elárulja, jobb lett volna annak az embernek, ha meg sem születik. Erre megszólalt Júdás az árulója, csak nem én vagyok az rabbi, azt mondta neki, te mondtad. Miközben ettek, Jézus vette a kenyeret, áldást mondott, megtörte és odaadta a tanítványoknak, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem. Aztán fogta a kelyhet, hálát adott és odaadta nekik mondván, ígyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, az új szövetségé, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Mondom nektek, mostantól nem iszom a szőlőnek ebből a terméséből addig a napig, amíg majd az újat nem iszom veletek atyám országában. Miután elénekelték a zsoltárokat, kimentek az olajfák hegyére, akkor Jézus azt mondta nekik, ezen az éjszakán mindnyájan megbotránkoztok bennem, mert írva van, megverem a pásztort, és szétszélednek anyáj juhai. De miután feltámadok előttetek, megyek Galileába. Erre Péter válaszul, azt mondta neki, ha mindnyájan megbotránkoznak is benned, én soha meg nem botránkozom. Jézus azt mondta, bizony mondom neked, ezen az éjszakán mielőtt a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem. Péter azt mondta neki, még ha meg is kell veled hallom, akkor sem tagadlak meg. Ugyanígy beszélt a többi tanítvány is. Akkor elment velük Jézus a Gecemáni nevű majorba, és azt mondta a tanítványoknak, üljetek le itt, amíg én elmegyek oda és imádkozom. Miután maga mellé vette Pétert és Zebedeus két fiát, egyszerre szomorúság fogta el és gyötrődni kezdett. Akkor azt mondta nekik, szomorú az én lelkem, mint halálig, maradjatok itt, és virasszatok velem. Valamivel odébb ment, arcra borult, és így imádkozott, atyám, ha lehetséges, kerüljön el ez a kehely, de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogyan te. Megjelent neki egy angyal az égből, és megerősítette, aztán a halállal tusakodva még kitartóbban imádkozott. Verejtéke pedig olyan lett, mint a földre hulló vércseppjei, aztán az imádságból fölkelve visszament a tanítványaihoz, és alva találta őket. Azt mondta Péternek, így hát egy órát sem tudtatok virasztani velem, virasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. A lélek ugyan kész, a test azonban erőtlen. Másodszor is elment, és így imádkozott, atyám, ha nem kerülhet el ez a kehely anélkül, hogy ki ne igyam, legyen meg a te akaratod. Amikor visszatért, megint alva találta őket, mert szemük elnehezült. Erre otthagyta őket, újra elment, és harmadszor is ugyanazokkal a szavakkal imádkozott, aztán visszament tanítványaihoz, és így szólt. Aludjatok csak, és pihenjetek, íme elérkezett az óra, és az emberfiát a bűnösök kezére adják. Keljetek föl, menjünk, íme közel van, aki elárul engem. Még beszélt, amikor íme odaért Júdás, a 12 közül az egyik, és vele nagy tömeg kardokkal és dorongokkal, a főpapoktól és a népvéneitől. Az áruló jelt adott nekik, és azt mondta, akit megcsókolok, ő az, fogjátok el. Azzal mindjárt Jézushoz lépett, és azt mondta, üdvözlégy, rabbi!
és megcsókolta. Jézus azt mondta neki, barátom, hát ezért jöttél. Akkor oda mentek, kezet emeltek Jézusra, és megragadták, és íme az egyik azok közül, akik Jézussal voltak, kinyújtotta a kezét, kihúzta a kardját, a főpap szolgájára sújtott, és levágta a fülét. Akkor így szólt hozzá Jézus, tedd vissza kardodat a helyére, mert mindaz, aki kardot ragad, kard által vészel. Vagy talán azt hiszed, hogy nem kérhetném most atyámat, és nem küldened 12 légió angyalnál is többet, de akkor hogyan teljesednének be az írások, hogy ennek így kell történnie? Abban az órában Jézus azt mondta a tömegnek, mint valami rabló ellen úgy vonultatok ki kardokkal és dorongokkal, hogy elfogjatok. Naponta ott ültem nálatok a templomban, és tanítottam, mégsem fogtatok el. Ez mind azért történt, hogy beteljesedjenek a proféták írásai. Erre a tanítványok mind elhagyták és elmenekültek. Akik elfogták Jézust, elvitték Kaifás főpaphoz, ahol összegyűltek az írástudók és a népvénei. Péter pedig messziről követte őt a főpap palotájának udvaráig, bement és leült a szolgákkal, hogy lássa, mi lesz a dolog vége. A főpapok pedig, a vének és az egész főtanács hamis bizonyítékokat kerestek Jézus ellen, hogy halálra adják, de nem találtak. Bár sok hamis tanú jelentkezett, mégsem találtak. Végre jött két hamis tanú, és így szóltak, ez azt állította, le tudom bontani az Isten templomát, és három nap alatt fel tudom építeni. A főpap felállt, és azt mondta neki, hát semmit sem felez, micsoda tanú bizonyságot tesznek ezek ellened. Jézus azonban hallgatott, a főpap válaszul ezt mondta neki, esküvel kényszerítlek az élő Istenre, mondd meg nekünk, vajon te vagy-e Krisztus, az Isten fia? Jézus azt felelte neki, te mondtad, de mondom nektek, mostantól látni fogjátok az emberfiát, amint a hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhőjén. A főpap erre megszaggatta a ruháját, és így szólt, Istent káromolta, mi szükségünk van még tanukra, íme most hallottátok az Isten káromlást, mit gondoltok? Azok ezt felelték, méltó a halálra, aztán az arcába köptek, és ököllel verték őt. Mások pedig bottal ütötték, és azt mondták, profétálj nekünk, Krisztus, ki az, aki megütött téged? Péter pedig kint ült az udvaron. Oda ment hozzá egy szolgáló leány, és megszólította, te is a galileai Jézussal voltál. Ő azonban mindnyájuk hallatára tagadta, nem tudom, mit beszélsz. Amikor kiment a kapuba, meglátta egy másik szolgáló, és azt mondta a többieknek, ez is a názáreti Jézussal volt, ő megint tagadta, most már esküvel. Nem ismerem azt az embert. Röviddel ezután az ott állók oda mentek Péterhez, és azt mondták neki, de bizony, közülünk való vagy te is, hiszen kiejtésed is elárul. Erre már átkozódni és esküdözni kezdett, nem ismerem azt az embert. Azon nyomban megszólalt a kakas,
Péternek akkor eszébe jutott Jézus szava, aki megmondta neki, mielőtt a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem. Kiment és keserves sírásra fakadt, amikor megvéradt a főpapok és a népvénei mindnyájan tanácsot tartottak Jézus ellen, hogy halálra adják. Megkötözték, elvezették, és átadták Pilátus helytartónak. Dicsőség néked, Uram! Krisztusban, kedves testvérek! Szertartásunk, a titkos vacsora jelen valóvá tétele, ahol együtt van a Mester tanítványaival, ahol a meghitt beszélgetést nem zavarja most meg a gyógyulni válóknak a serege, és amikor kicsit közelebbről megnézzük ezt a legmeghittebb, legszűkebb tanítványi kört Jézus körül, akkor látjuk, hogy milyen különböző arcok voltak itt együtt. Jézus legszűkebb környezetéhez tartoznak, és mégis mennyire más tanítvány volt Péter, mint János, vagy Júdás, mint az összes többi. A mai napon a szertartásnak a gyönyörű énekeiben különösen is a szemünk elé kerül Júdásnak az alakja. Van abban valami megdöbbentő, hogy Krisztus árulója is a legszűkebb tanítványi körhöz tartozik. Éppen úgy látta Mesterének a szent életét, mint a többiek. Épp úgy hallotta az örök élet beszédeit. Ott volt Krisztus kiválasztottai között. Mégis mindez egészen más hatást ért el benne, mint a többiekben. Az a Krisztussal való közösség, ami a többieknek az örök életet jelentette, az ő számára az Istentől való elfordulás. Az a három esztendő, amit az Úr követésében töltöttek el együtt, a többit üdvösségre juttatta, őt elvitte az Istentől. Testvéreim, legyen Júdás egy örök felkiáltó jel mindannyiunk számára. A legrosszabb, amit csak tehet az ember, ha megismeri az igazi életet Krisztusban, és mégis elfordul attól. Persze, nem itt kezdődik a bűne, nem a tudatos, a szándékos ellenállásnál, az árulásnál, nem lehet, hogy ártatlannak tűnő kicsi dolgokon a mi életünkben is. Például azon, hogy az ember megtűr a szívében egy-egy olyan gondolatot, amit rejtegetnie kell Jézus elől. Ki tudja, mikor kezdődhetett el Júdás szívében az árulásnak a gondolata. Ha idejében felfedte volna, ha őszintén bevallotta volna, hogy mi kísérti őt, akkor védelmet talált volna az Úrnál. Leborulhatott volna előtte, hogy Uram, engem ilyen gondolatok üldöznek. De a bezárt szívben egyre jobban eluralkodott a gondolat, egyre mélyebbre sodorta el az Úrtól
el egészen a legsúlyosabb bűnig az Isten fiának az árulásáig. Testvéreim, így van ez a mi bűneinkkel is, amiket megtűrünk, amit nem akarunk megtisztítani Krisztus által. Ki hitte volna Júdásról, hogy ilyen mélyre tud zuhanni? Hiszen ott járt a mester nyomában. Még külön feladata is volt, ő kezelte a pénzt. Még a titkos vacsorán is ott ült egy asztalnál Krisztussal. A kezéből kapta a falatot. És a János evangéliumban ez van, hogy az pedig, mihelyt a falatot elvette, azonnal kiment. És éjszaka volt. De milyen sötét éjszaka. Szájában még ott van a Krisztustól kapott falat, és ő már a rettentő sötétségben volt. Egyedül útban a legrosszabb felé. Testvéreim, mit jelent ez ma nekünk? Azt, hogy nem elég együtt lenni Krisztussal. Nem elég azt mondani magunkról, hogy mi keresztények, krisztusiak vagyunk. Nem elég megbízatást vállalni az ő közelségében, hanem a szívbe is be kell engedni őt. Az uralma alá oda kell adnia az embernek magát. Sokáig együtt lenni Jézussal, és nem dönteni, ez egy nagyon veszélyes játék. Végzetes lett. Hallani, ismerni az Urat, tudni, hogy mi lenne a jó irány, és mégsem követni őt, hozzátartozni a környezetéhez, és mégsem fogadni el megváltóul, olyan, mint a Krisztustól kapott falattal kimenni a bűn sötétségébe. Ez az a lejtő, amelyen Júdás is elindult, és amely Krisztus mellől a legrosszabbra vitte. Nagyon megrázó olvasni, ahogy Krisztus Urunk egyszer csak megszólal az ünnepélyes hangulat közepette. Bizony, mondom nektek, egy közületek elárul engem, aki velem eszik. Milyen lehetett ez a mondat ott, abban az áhítatos csendben? Egy közületek elárul engem. Olyan rettentő vád ez, amelyik tüzes parásként hull oda Jézus tanítványi körébe, és testvérek, nem csak az akkori tanítványi körbe, hanem a mindenkori, így a mostani tanítványi körbe is. Ne ítéljük el olyan túl könnyen a 2000 évvel ezelőtti Júdást. Örök figyelmeztetés ez Krisztustól mindannyiunk számára. Krisztus híveinek a közösségében és életében akar megismerhetővé és láthatóvá lenni az őt még nem ismerők előtt. Nekünk, krisztusi keresztény emberként ez a nagy feladatunk, hogy Krisztust vigyük bele ebbe a világba. Mutassuk meg, hogy hogyan lehet krisztusiként élni, ugyanolyan körülmények között, mint a többiek, és mégis egészen másként. A világ nagyon sokszor ma már nem a megváltó személyét látja megtestesülni bennünk, hanem csak néhány ember,
akik szavaikkal ugyan szép elveket vallanak, de az életükkel megcáfolják azokat. Az, hogy Krisztusnak olyan kevés becsülete van sokszor a világ előtt, az a hívő emberek között folyó belső árulásnak a következménye. És ne gondoljuk, hogy ez túlzás. Hát mi az árulás? Az, amikor valaki a hűtlenségével, csak a külsődleges kereszténységével alkalmat ad arra, hogy Krisztust megvessék, hogy ne higgyenek benne. És végül, testvéreim, nem véletlen az, hogy Jézus éppen az eukarisztia megalapítása előtti pillanatokban mondta ezt, hogy egy közületek elárul engem. Jól tesszük, ha mi is megkérdezzük. Uram, csak nem én vagyok az. Az eukarisztia magával, Krisztussal való egyesülést jelenti. Ő maga mondta azt, hogy aki eszi az én testemet és issza az én véremet, én bennem lakozik és én ő bennem. Gondoljuk el, hogy annak a kenyérnek és a bornak révén úgy tett minket Krisztus is, egy kicsit az isteni természetének a részesévé, mint ahogyan egy testet és egy nedvkeringést képez a szőlőtőke és rajta a vesszők. A vesszők úgy vannak összeköttetésben a tőkével, hogy részei annak. Nem lehet azt mondani, hogy a vesszők a tőkében gyökereznek. Sokkal szorosabb a kapcsolat. És gondoljuk át, érezzük át, mit jelent az, hogy Krisztus ezt adja nekünk. Olyan titok ez, amire csak utalni lehet a jól ismert kifejezéssel, hogy én Krisztusban vagyok és Krisztus benne. Kedves testvérek! 2020 nagycsütörtökén az eukarisztia alapításának emlékénél szinte a szívünkbe hasítanak ezek a gondolatok. Hiszen a kialakult járványbeli helyzet nem teszi lehetővé, hogy a szent áldozáshoz járuljon. És ilyen módon talán éppen az eukarisztikus kongresszusra való készületünk egészen más fénybe kerül, mint eddig. Csak lélekben tudunk egyesülni Krisztussal, de ne becsüljük ezt le. Nem tudunk itt lenni sokan a templomban, de éppen így most Krisztust vihetjük talán még jobban az otthonunkba. Ne gondoljuk azt, hogy így nem lehet ünnepelni. Nehogy eltávolítson bárkit is az Istentől, hogy én templom nélkül nem tudok ünnepelni. Éppen így tanulhatjuk meg értékelni, hogy milyen óriási dolog az, hogy Krisztus testében és vérében egyébként az év folyamán szinte bármikor részesülhetünk. Így éhezhetünk arra, hogy egy legyünk Krisztussal. És kaphatunk egyfajta szentségi kegyelmet. Mert igenis megerősödhetünk. Igenis vigasztalást nyerhetünk, vagy talán alázatosabbak lehetünk. Beismerve, hogy mennyire látszik, hogy az életet körülöttünk nem csak mi alakítjuk. Van időnk és lehetőségünk átgondolni, hogy nem vagyunk-e árulói életvitelünkkel Krisztus ügyének a világban. És így talán még jobban átéljük, hogy mit jelent az, hogy az Isten fia testét és vérét adja nekünk. Bűneink bocsánatára.
Amen. Mondjuk mindnyájan teljes lelkünkből és teljes elménkből mondjuk. Uram, irgalmazz! Mindenható Úrunk, atyáinknak, Istenek, kérünk téged, hallgass meg minket, és könyörülj! Uram, irgalmazz! Könyörülj rajtunk, Isten, a te nagy irgalmasságod szerint, kérünk téged, hallgass meg minket, és könyörülj! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Könyörögjünk még szentséges főpásztorunk Ferenc pápáért, Isten szerető Fülöp metropolitánkért és Ábel püspökünkért, lelki atyáinkért, s Krisztusban minden atyánk fiáért. Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Emlékezzél meg, Urunk, hogy test vagyunk, elenyésző és vissza nem térő lehellet. Esengve kérünk, szüntesd meg a betegséget, csillapítsd le a gyorsan terjedő járványt, mert nem a holtak dicsérnek téged, Urunk, sem azok, kik a föld alá szállnak, hanem mi élők dicsőítünk, és szívünk keservében sóhajtozva kérünk téged, hallgass meg minket, és könyörülj! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Mindenkinél többet vétkeztünk ellened, és gonoszul cselekedtünk, Urunk, és ha valódi bűnbánatra el nem jutottunk, szándékunkat bűnbánat gyanánt fogad tőlünk. Légy irgalmas és szabadítsd meg szolgáidat a halálhozó betegségtől és gyötrő fájdalmattól. Siránkozva kérünk téged, mindenható, gyorsan hallgass meg minket, és könyörülj! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Könyörögjünk még az itt jelenlévő, s tőled nagy és bőkegyelmeket váró népért, ami jó tevőinkért, és minden igaz hitű keresztényért. Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Te irgalmas és emberszerető Isten vagy, és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szent Lélek most és mindenkor, és örökkön örökké. Évek a jelöltekért könyörögjünk, hogy az Úr irgalmazzon nekik. Uram, irgalmazz! Oktass őket az igazság igéire. Uram, irgalmazz! Nyilatkoztassa ki nekik az igazság evangéliumát. Uram, irgalmazz! Egyesítse őket szent katolikus és apostoli egyházával. Uram, irgalmazz! Menj meg, könyörülj, oltalmas, őrizd meg őket, Isten, a te kegyelmeddel. Uram, irgalmazz! Hogy ők is velünk együtt dicsőítsék a legtisztesebb és fölséges nevedet, Atya és Fiú és Szent Lélek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen.
hívők mindnyájan ismét és ismét békességben könyörögjünk az Úrhoz. Uram, irgalmazz! Oltalmazz, ments meg, könyörülj és őrizd meg minket, Isten, a te kegyelmeddel. Uram, irgalmazz! Bölcsesség! E téged illet minden dicsőség, tisztelet és imádás, Atya és Fiú és Szent Lélek most is mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ismét és ismét békességben könyörögjünk az Úrhoz. Uram, irgalmazz! Oltalmazz, ments meg, könyörülj és őrizd meg minket, Isten, a te kegyelmeddel. Uram, irgalmazz! Bölcsesség! Hatalmad által mindenkor megőrizve dicsőítsünk téged, Atya és Fiú és Szent Lélek, most is mindenkor és örökkön örökké. Amen. Ó, te titkos vacsorádnak részesévé fogadj ma engem, mert nem mondom ki ellenségeidnek a titkot, sem csókot nem adok neked, mint Júdás, hanem mint a mag gonosz szemű kiáltok hozzám. Emlékezzél meg rólam, Uram, időn eljössz a részesévé fogadj ma engem, mert nem mondom ki ellenségeidnek a titkot, sem csókot nem adok neked, mint Júdás, hanem mint a mag gonosz tevő kiáltott hozzám. Emlékezzél meg rólam, Uram, midőn eljössz a te országodba. Titkos vacsorádnak részesévé fogadj ma engem, mert nem mondom ki ellenségeidnek a titkot, sem csókot nem adok neked, mint Júdás, hanem mint a mag gonosz tevő kiáltott hozzám. Emlékezzél meg rólam, Uram, midőn eljössz a te országodba. Mindnyájatokkal igaz hitű keresztények, emlékezzék meg az Úristen az ő országában, mindig most is mindenkor és örökkön örökké.
Amen. Szerető Hábe püspökünkről emlékezzék meg az Úristen az ő országában, mindig, most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Szentséges főpásztorunk Ferenc római pápáról, Isten szerető Fülöp metropolitánkról, Anya Szent Egyházunk igaz hitű püspökeiről, az összes papságról, az egész egyházi rendről, ezen szent hajléknak boldog és örök emlékű alapítói és jótevőiről, és mindnyájatokról igaz hitű kereszténye, emlékezzék meg az Úristen az ő országában, mindig, most és mindenkor is örökkön, örökké. Amen. A te titkos vacsorádnak részesévé fogadj ma engem, mert nem mondom ki, ellenségeidnek a titkot, sem csókot nem adok neked, mint Júdás, hanem mint a nagy gonosztevő kiáltok hozzá. Emlékezzél meg rólam, Uram, midőn eljössz a te országodba. Teljesítsük könyörgésünket az Úrhoz, Uram, irgalmas! Előtte drága ajándékokért könyörögjünk az Úrhoz, Uram, irgalmas! Ezen szent hajlékért s mindazokért, kik ide hittel buzgósággal és Isten félelemmel járnak, könyörögjünk az Úrhoz! Uram, irgalmas! Őrizzen meg minket minden aggódástól, haragtól és szükségtől, könyörögjünk az Úrhoz! Uram, irgalmas! Oltalmaz, ments meg, könyörülj és őrizz meg minket, Isten, a te kegyelmeddel! Uram, irgalmas! Legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső királynénkat, az Isten szülő és mindenkor Szűz Máriát, minden szentekkel együtt említvén, önmagunkat, egymást és egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk. Néked, Uram! A te egyszülött fiadnak irgalmáltal, kivel áldott vagy legszentebb, jóságos és elevenítő lelkeddel együtt, most is, mindenkor is örökkön, örökké. Amen. Békesség mindnyájatoknak, és a te lelkednek. Szeressük egymást, hogy egyetértőleg valljuk, az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket, az egyvalóságú és osztatlan Szent Háromságot. Az ajtókat bölcsességben figyelmezzünk. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden látható és láthatatlan dolgoknak teremtőjében, és az egy Úrban, Krisztus Jézusban, Isten egyszülött fiában, ki az Atyától öröktől fogva született, világosság világosságtól, igaz Isten igazistentől,
aki született és nem teremtetett, ki az Atyával egy valóságú, ki által mindenek lettek, aki mi érettünk emberekért és a mi üdvösségünkért mennyből alászállott, és megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától és emberré lett, és megfeszítetett mi érettünk Poncius Pilátus alatt, és szenvedett és eltemettetett, és feltámadott harmadnapon az írások szerint, és fölment a mennyekbe, és ül az Atyának jobbján, és ismét eljöven dicsőséggel ítélni eleveneket és holtakat, és az ő országának nem lesz vége. És a Szentlélekben, Urunkban és elevenítőnkben, ki az Atyától és Fiútól származik, ki az Atyával és Fiúval együtt imádtatik és dicsőítetik, ki szólott a proféták által. Hiszek egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban, vallok egy kereséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak feltámadását, és a jövendő örök életet. Amen. Álljunk élően, álljunk félelemmel, figyelmezzünk, hogy a szent áldozatot békességben fölajánljuk. A békesség irgalmát, a dicséret áldozatát. A mi Urunk Jézus Krisztus malasztja, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek közöltetése legyen mindnyájatokkal. És a te lelkedre emeljük föl szívünket. Fölemeljük az Úrhoz. Adjunk hálát. Megszentelés forrása, melyből minden okos és értelemmel bíró teremtmény erőt merítve néked szolgál és örök dicsőítés zengedez, mert mindenek te néked szolgálnak, téged dicsérnek az angyalok, arkangyalok, trónok, uralmak, kezdetek, hatalmak, erők és a sokszemű kerubok, téged környeznek a szeráfok, egyiknek is hat szárnya, a másiknak is hat szárnya van,
kettővel elfedik arcukat, kettővel lábaikat és kettővel fellebegve, egymáshoz viszont kiáltanak, sohasem szünetelő ajkakkal, s el nem némuló dicsőítésekkel. Győzelmének énekelmének kiáltván, hangoztatván és mondván. Hogy minket is hasonlókká tegyen saját dicsősége képéhez, mint hogy ugyanis ember által jött a világra a bűn, és bűn által a halál, úgy tetszett, Atya Isten, a Te egyszülött fiadnak, ki kebleden lakozott, aki nőtől a Szent Isten szülő, és mindenkor Szűz Máriától született, aki törvénynek vetette magát alá, hogy saját testében is elítélje a bűnt, és hogy mindazok, akik Ádámban meghaltak, magában a Te Krisztusodban megelevenítessenek, ki együtt lakozol a világgal, és nekünk üdvös parancsodat adod, a bálványozást éveitől elvont, és igaz, Atya Isten, a Te ismeretedre vezetett bennünket, ki belőlünk készített a maga részére választott népet, királyi áldozókapi rendet, és szent nemzetet, s megtisztítván bennünket a vízben és megszentelésben, a Szent Lélekben önmagát adáváltságul érettünk a halálnak, melyben bűneink miatt fogva tartatánk, a kereszt útján leszállott a poklokra, hogy önmagával töltsön be mindent, és föloldotta a halál fájdalmait, harmadnapon feltámadt, és mint minden emberi teste számára biztossá tette a halálból való föltámadás útját, amennyiben nem volt lehetséges, hogy az élet szerzője az enyészet által letartóztatva maradjon, ő lett az elhunytak zsengéje és a holtak elsőszülöttje, hogy mindenben övé legyen az elsőség, fölment a mennyekbe, s a magasságban fölséged jobbjára ült, de onnan ismét el fog jönni, hogy kinek-kinek megfizessen cselekedetei szerint, nekünk pedig hátrahagyta üdvösséges kínszenvedésének emlékeit, azokat, melyeket az ő parancsai szerint felajánlottunk, mert midőn önkéntes, örök emlékű és életadó halálára készült, azon éjjel, melyen a világ életéért adta magát, szent, tiszta és szeplőtelen kezeibe vevé a kenyeret, azt néked Isten és Atya bemutatván, hálát adván, megáldván, megszentelvén, megtörvén. Szent tanítványai és apostolainak adá mondván, vegyétek, ez az én testem, mely érettetek megtöreti,
a bűnök bocsánatára. Ebből minnyája, ez az én vérem az új szövetségé, mely érettetek és sokakért kiontati a bűnök bocsánatára. Hogy Krisztusod szent testében és vérében ítéletre vagy kározatra közülünk senki sem részesüljön, hanem hasonló irgalmat és malasztot találjon nálad összes szentjeiddel, az előtted örök kedvességben álló ősatyák, pátriárkák, proféták, apostolok, hithirdetők, evangelisták, vértanúk, hitvallók, hittanítókkal és a hitben megdicsőült minden igaz lélekkel. Kiváltképpen, legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső királynékkal, az Isten szülő és mindenkor szűz Máriával. Az uralkodó.
és a magas helyen tündöklő, titkos asztalnak, üdvösséges csodáit, értek, ó hívek, élvezzük fölemet lélekkel. És vidéket az éhségtől, a járványtól, földrengéstől, vízáradástól, jégveréstől, tűzvésztől, háborútól, idegenek betörésétől és minden belvillongástól. Az első között emlékezzél meg, Urunk, szentséges főpásztorunk, Ferenc római pápáról és Isten szerető Fülöp metropolitánkról. S tartsd meg őket szent egyházaidnak, békességben, épségben, tisztességben, egészségben és hosszú életben. A te igazságod igének helyes hirdetésére. Az uralkodónak és a magas helyen tündöklő titkos asztalnak, üdvösséges csodáért, gyertek, ó hívek, élvezzük fölemelt lélekkel, és fogadjuk be a halhatatlan igének szent tanítását, itt is magasztalunk. Fogadj be mindnyájunk a te országodba, ajándékozz nekünk békességedet, szeretetedet, Úristenünk, mert te mindent megadtál nekünk. És add, hogy egy szájjal és egy szívvel dicsőítsük és magasztaljuk a te legtisztesebb és fölséges nevedet, Atya és Fiú és Szent Lélek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. És legyen a mi nagy Istenünk, üdvözítő Jézus Krisztusunk kegyelme, mindnyájatokkal, és a te lelkeddel. Minden szentekről megemlékezvén ismét és ismét, békességben könyörögjünk az Úrhoz.
Uram, irgalmazz! A bemutatott és megszentelt drága ajándékokért könyörögjünk az Úrhoz. Uram, irgalmazz! A mi kegyelmes Istenünk kedves lelki laggyanánt elfogadván azokat szent mennyei és szellemi oltárára, küldje le nekünk Isteni malasztját, s a Szentlélek ajándékát, könyörögjünk az Úrhoz. Uram, irgalmazz! Hogy mentsen meg minket minden aggódástól, haragtól és szükségtől, könyörögjünk az Úrhoz. Uram, irgalmazz! Oltalmazz, ments meg, könyörülj és őrizd meg minket, Isten, a te kegyelmeddel. Uram, irgalmazz! Ezen egész napot tökéletesen, szentül békességben és vétek nélkül töltsük el, kérjük az Úrtól. Add meg, Uram! A békesség angyalát, a hűséges vezetőt, lelkünk és testünk őrzőjét kérjük az Úrtól. Add meg, Uram! Bűneink és vétségeink bocsánatát és elengedését kérjük az Úrtól. Add meg, Uram! Jókat és hasznosakat lelkünknek és a világnak békességet kérünk az Úrtól. Add meg, Uram! Életünknek hátra levő részét békében és bűnbánatban töltsük, kérjük az Úrtól. Add meg, Uram! Életünket keresztény módon gyötrelem és szégyen nélkül békességben végezzük be, s hogy Krisztus félelmetesít élő szék előtt jó feleletet adjunk, kérjük az Úrtól. Add meg, Uram! A hitnek egységét s a Szentlélek közöltetését kérvén önmagunkat, egymást és egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk. Néked, Uram! És méltass minket, Urunk, hogy bizalommal, elítélés nélkül bátorkodjunk téged, mennyei Isten, atyánknak nevezni és mondani. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Békesség mindnyájatoknak, és a te lelkednek. Fejeteket hajtsátok meg az Úrnak, éket. A te egyszülött fiadnak kegyelme, irgalma és ember szeretete által, kivel áldott vagy, legszentebb, jóságos és elevenítő lelkeddel együtt,
most és mindenkor és örökkön örökké. Dicsőségére. Amen. Hiszem, Uram, és vallom, hogy Te vagy valóban Krisztus, az élő Istennek fia, ki a világra jöttél üdvözíteni a bűnösöket, akik között az első én vagyok. A Te titkos vacsorádnak részesévé fogadj ma engem, Isten fia, mert nem mondom ki ellenségeidnek a titkot, sem csókot nem adok neked, mint Júdás, hanem mint a ma gonosztevő megvallak téged. Emlékezzél meg rólam, Uram, midőn eljössz a Te országodba. Emlékezzél meg rólam, Uralkodó, midőn eljössz a Te országodba. Emlékezzél meg rólam, Szent, midőn eljössz a Te országodba. Ne váljék, Uram, ítéletemre vagy kárhozatomra a Te szent titkaidban való részesülés, hanem lelkem és testem meggyógyulására. Hiszem, Uram, és vallom, hogy ez, amiben most részesülök, valóban a Te valóságos és legtisztább tested, a Te valóságos és elevenítő véred. Kérlek, add, hogy ezeket méltóan vegyem magamhoz, bűneim bocsánatára és az örök életre. Amen. A Te titkos vacsorádnak részesévé fogadj ma engem, mert nem mondom ki ellenségeidnek a titkot, sem csókot nem adok neked, mint Júdás, hanem mint a maggonosztevő kiáltok hozzád. Emlékezzél meg rólam, Uram, midőn eljössz a Te országodba. Isten félelemmel, hittel és szeretettel közeledjetek. Áldott ki az Úr nevében jő, Isten az Úr, ki megjelent nékünk. A Te titkos vacsorádnak részesévé fogadj ma engem, mert nem mondom ki ellenségeidnek a titkot, sem csókot nem adok neked, mint Júdás, hanem mint a maggonosztevő kiáltok hozzád. Emlékezzél meg rólam, Uram, midőn eljössz a Te országodba. A Te titkos vacsorádnak részesévé fogadj
vagy ma engem, mert nem mondom ki ellenségeidnek a titkot, sem csókot nem adok neked, mint Júdás, hanem mint a ma gonosztevő kiáltok hozzád. Emlékezzél meg rólam, Uram, midőn eljössz a te országodba. Üdvözíts, Isten, a te népedet, és áld meg a te örökségedet. Sok esztendőre, Uram, láttuk az igazi világosságot, vettük a mennyei szent lelket, megtaláltuk az igaz hitet, imádjuk az oszthatatlan szent háromságot, mert ez üdvözített minket. Áldott a mi Istenünk, öröktől fogva most és mindenkor és örökkön, örökké. Amen. A te titkos vacsorádnak részesévé fogadj ma engem, mert nem mondom ki ellenségeidnek a titkot, sem csókot nem adok neked, mint Júdás, hanem mint a ma gonosztevő kiáltok hozzád. Emlékezzél meg rólam, Uram, midőn eljössz a te országodba. Igaz hívők részesülvén Krisztusnak szent, legtisztább, halhatatlan mennyei, elevenítő és félelmetes titkaiban, méltóan adjunk hálát az Úrnak. Uram, irgalmazz! Oltalmazz, ments meg, könyörülj és őrizd meg minket, Isten, a te kegyelmeddel! Uram, irgalmazz! Ezen egész napnak tökéletes, szent, békességes és vétek nélküli eltöltését kérvén, önmagunkat, egymást és egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk! Néked, Uram! Mert te vagy a mi megszentelésünk, és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szent Lélek, most és mindenkor is örökkön, örökké. Amen. Békével távozzunk az Úr nevében. Uram, irgalmazz! Uram, ki megáldod a téged áldókat, és megszenteled a benned bízókat, üdvözíts népedet, és áld meg örökségedet, egyházad teljességét őrizd meg. Szenteld meg azokat, kik házalékességét szereti, te viszont dicsőíts meg őket isteni erőddel, és ne hagyj el minket, kik benned bízunk. Ajándékozz békességet a te világodnak, egyházaidnak, papjaidnak, hazánknak és minden népednek, mert minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről van, leszállván tőled a világosság atyától. És téged dicsőítünk, imádunk és neked hálát adunk, Atya és Fiú és Szent Lélek, most és mindenkor, és örökkön, örökké. Amen. Áldott
legyen az Úr neve mostantól mindörökké. Áldott legyen az Úr neve mostantól mindörökké. Bölcsesség! Ja, kerubuknál tiszteltebb és a szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicső vagy, ki az Istent az igét sérülés nélkül szülte, téged valóságos Isten szülő magasztaló. Dicsősége neked, Krisztus Istenünk, a mi reménységünk, dicsősége neked. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökön örökké. Amen. Uram irgalmaz, Uram irgalmaz, Uram irgalmaz, adj áldást, Uram! Krisztus, igaz Istenünk, aki tanítványai lábainak megmosásában, jósága bőségéből alázatosságával a jobb utat mutatta meg, s az ő titkos vacsoráján testét eledelő és valóságos vérét italul adta nekünk, s a mi üdvösségünkért egészen a keresztig és sírig megalázkodott, az ő legtisztább anyjának, a szent dicső és mindenek fölött dicséretes apostoloknak, szent életű és Isten ihletettségű atyáinknak, nagy szent Bazil Kappadókia Cezária főpüspökének és minden szenteinek esedezései által könyörüljön rajtunk és üdvözítsen minket, mint jóságos és emberre szerető. Amen. Az Úr áldásra álltok, az ő kegyelmével és ember szeretetével, mindig, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, ezen a szent ünnepnapon engedtessék meg, hogy megszólítsam az én paptestvéreimet. A mai ünnepnapon, amikor megemlékeztünk a titkos vacsorának a meghittségéről, amikor az Úr Jézus Krisztus önmagát adta át nekünk a kenyér és a bor színe alatt, és ezen nagy titkoknak a kiszolgáltatására papokat rendelt. Kedves paptestvérek, mi is Krisztus tanítványihoz hasonlóan ezekben a napokban Krisztussal titokban ünnepeljük ezeket a szent titkokat. Ezeket a titkokat, amelyeket igazán most tudunk csak értékelni és átélni, amikor látjuk azt, hogy a híveink mennyire vágynak arra, hogy az általunk bemutatott szent liturgián részt vegyenek. Hogy megtanuljuk értékelni ezt a nagy titkot, ezt a kegyelmet, amiben Jézus Krisztus mindannyiunkat részesített. Amikor talán a mi szívünkben is a keserűség van jelen, hogy ilyen időket élünk, talán ilyenkor még nagyobb szükségünk van, hogy mi is megerősödjünk hitünkben, hogy szolgálatunkat Krisztushoz méltóan tudjuk végezni. Így idézem hát aranyszájú Szent Jánostól, a papokhoz intézett beszédéből ezt a pár mondatot. Ha valaki meggondolja, hogy milyen csoda az, amikor hús és vér alkotta ember létünkre, ezen fönséges és örökké való lényhez oly közel lehetünk, akkor érti meg igazán, milyen nagy méltóságra emelte a papokat a Szentlélek kegyelme. Hiszen az ő közreműködésükkel történik meg mindez. Itt a földön járnak, ebben a mulandó testben élnek,
de az égi kegyelmek osztogatására nyertek megbízást, és olyan hatalmat kaptak, amilyet Isten sem az angyaloknak, sem az arkangyaloknak nem adott. Ezeknek ugyanis nem mondta, bizony mondom nektek, amiket megköttök a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldoztok a földön, fel lesz oldva a mennyben is. Illetve, aki nem eszi az Úr testét, és nem issza az Úr vérét, az elveszíti az örök életet. És ha mindez csak is a papok fölszentelt keze által történik meg, hogyan kerülhetné el bárki is a Gehenna tüzét, és hogyan nyerhetné el a számára félretett koszorút, ha nem ő általuk. Kedves paptestvérek, nagyon becsüljük meg ezt a hivatást, amelyet Krisztustól kaptunk. Vigyázzunk rá, hogy méltóan tudjunk majd róla számot adni a mi Urunk Jézus Krisztus előtt. Kérem a paptestvéreket, hogy továbbra is hűségesen tartsanak ki, és végezzék az ő szolgálatukat Istennek tetszően. Ámen. Mit bűn a dicsőt a hanítványok? A vacsora illatmosásnál megvilágosította. Akkor a gonosz lelkű földi javak kedvelői. Ezek miatt megfojtotta magát. Ósat elhetetlen lélektől. Ki a tanítónak ilyet tenni merészet. Minnyájunkhoz irgalmas Urunk, dicsőség néz.